itt vagyunk a reptéren, és nem sokára indulunk Hawaii-ra. Életünk leghosszabb repülése vár most ránk. Most, ma délután 3-kor indulunk, 10 órát repülünk, és még aznap hajnalban 6-kor fogunk megérkezni. Tehát időutazás lesz. Megpróbáljuk, milyen az igazi időutazás. És iszonyatosan meleg van, megint bejöttünk a nyárba, tehát Melbourne-ben 13-15 fok környékén volt, már nem is tudom, most meg újra ez a nagy meleg. Aj, a szívem szét megy a szívemtől. Iszonyatosan cefetül vagyok, ez a megfelelő. A 10,5 óra repülés nagy időeltolódással együtt körülbelül úgy hat az emberi szervezetre, mintha jó pofán vágnának ököllel, és utána meg is taposnának, és ezt kell a szervezetednek feldolgoznia. Ez a világ legkisebb Starbucks-a szerintem, mert 3 asztal van. A nevem Trevor. Trevor. A fejeket... Totális off-on vagyunk. Most, amíg a reptéren vagyunk benne, nem tudjuk, hogy mi legyen, mi történik velünk. Mi konkrétan szédülök a fáradtságtól. Na, itt vagyunk. Aludtunk egy 2 óra hosszát, ami nem tudjuk, hogy jó döntés volt-e vagy se. Én most még rosszabbul vagyok, mint elalvás előtt. Egy Airbnb-ben vagyunk most, itt Hawaii-on. És itt nincs semmi, szóval egy 20 percet kell gyalogolni az legelső boltig. Jó lesz. Ilyen a környék. Megérkeztünk Amerikába. Espresso. Úristen, mi ez? Fúj! Az amerikaiak továbbra is tök furák. Megyek. Megyünk a Lanikai Beach-re, ami valami 40-50 perc sétára van innen, és sajnos nem tudunk oda buszozni, mert nem nagyon járnak ezen a környéken a buszok. Amúgy Kailua, olyan nehezek ezek a Hawaii szavak, de mindegy, Kailua városban vagyunk, és ez ilyen kis, hát nem egy nagyváros, hanem egy ilyen kis lakott terület. Így néz ki az egész amúgy, tehát ilyen. Sok ilyen utca van, mint ez. Egymást keresztezik, rengeteg kis házikó. De egy aranyos, jó kis környéknek tűnik. De megmutatom, aki még nem járt Amerikába, ugye majdnem az összes ház mellett ott van egy amerikai zászló. Ez nem újdonság, gondolom, akik jártak már Amerikába, de azért elmondom, hogy itt eléggé nacionalisták. Vagy hát hogyan mondjam, a nemzet. Ja, meséljünk az amerikaiakról, hogy milyen furák. Tegnap ugye megérkeztünk, bementünk a McDonald's-be, hát hova máshova, és bejött a boltba egy néni, aki hát egy elég alapba egy nagyon fura volt, mert ugye itt Amerikában elég sok a kicsit ilyen, hogy mondjam szépen, ezeket olyan nehéz videókompat. Igen, elég sok, igen, tehát hogy kiabálnak az utcán, meg magukkal beszélnek,
tehát a nagyvárosokhoz képest is elég sok a bolond. Na mindegy, szóval egy ilyen néni bejött a boltba, akinek kim volt a hátsó feltája, de ugye az egész. Tehát, hogy így le volt csúszva hátul a gatyája, és így bejött, és így sétált egy kört a vendégek között, aztán így reagálta le az egyik nő, aki előttem állt, így hátra nézett rám, és így mondta, what a bitch! Megdöntöttük a legrövidebb strandolásnak az egyéni rekordját. Leértünk, kitettük a törölközőket, én belementem a vízbe egy fél percre, aztán leszakadt az ég. Szóval el is jöttünk. Jó volt a strandolás. Jó volt, ja. Viszont most elállt az eső, szóval ha már itt vagyunk és eddig eljöttünk, hiszen már egy órája gyalogolunk a szállástól, akkor már felmegyünk erre a Pillbox hegyre. Már megint megyünk felfele a hegyen. És most itt vagyunk a Homolukia botanikus kertben. Most érkeztünk meg, és brutális a környezet. Tiszta Jurassic Park, meg King Kong hegyek vannak. És elvileg úgy van, hogy a Jurassic Park az ugye a film szerint Costa Rica-n játszódik, de itt forgatták, és szerintem emiatt a hegyek miatt. Látnék Hawaii-ból, én már meg lennék elégedve. Úgyhogy néha nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy a terv, de még így is jobban jövünk ki belőle, mert iszonyat jó, hogy megálltunk. És ezek a helyek, amik kezdenek megerősíteni abban, hogy jó döntés volt eljönni ide Oahu-szigetre, mert amúgy kicsit féltünk tőle, mert azt mondják az interneten, hogy tele van emberekkel, meg nagyon túlzsúfolt volt ez a legturistásabb, amúgy ez igaz is. De ugyanúgy megtaláljuk ezeket a szép helyeket is, ahol alig van ember. Egy jó sok lépcső visz fel. Jó kis ilyen levezető lábnap lesz szerintem. Jó lesz. Lesz itt
Megöl? Megöl. Tehát ez a te képességeidnek a határát súrolja. Akik jönnek velünk szembe, visszafele az útról, kivörösödött fejjel és izzadtan jönnek lefelé, úgyhogy ez nem jó jel. Lépcsők visznek fel a hegy tetejéig. Én már most szakad a vízről, hogy látjátok, mert nagyon-nagyon meleg van. Nincs messze, nem tűnik olyan durvának. Az utolsó mondatok egyike. Most jön a kicsit meredekebb lejtő. Na, ne húzzál már hátra. Nézzétek meg, ezt csinálja, így húz. Meg arra gondoltam, hogy tök jó lenne, hogyha építenének valami lecsúszópályát itt. Mert az a fölfele mászásnak az elpocsékolása, hogy utána lefele is kell menni. Akarsz enni egy jó csúkos levest? Van falafel. Hawaii egyébként az 1800-as évek végéig különálló ország volt, majd az amerikaiak ezt puccsal megdöntötték, viszont csak 1959 óta tagállama az USA-nak, pontosan az 50. És egyébként Hawaii adott egy elnököt is az Egyesült Államoknak, mégpedig Barack Obamát, aki itt Honoluluban született. Jöjjenek a fájdalmas pénzügyek. Hawaiion 5 napot töltöttünk el, és átlagosan naponta 27.970 forintból éltünk meg fejenként. Ennek a nagy része a szállás volt, nagyjából 15.000 forintért lehet találni egy olcsó szállást fejenként. Ez alapján kijelenthetjük, hogy Hawaii volt a legdrágább hely, ahol eddig jártunk, pedig már 10 hónapja utazunk, és Hawaii felülmúlta még Hongkongot és Szingapurt is. Ezen kívül távolsági közlekedésre is költöttünk 91.977 forintot, amivel egészen San Franciscóig repülünk. Megérkeztünk Waikiki Beachre, és gyorsan ledobjuk a táskákat, aztán körbenézünk. Nagyon finom volt a meki, de muszáj volt ide menni, mert igazából ez a legolcsóbb megoldás a kajára, ugye azt mondtuk, hogy Hawaii iszonyatosan drága, és itt Amerikában ugye a McDonald's, ez egy teljesen más dolog, mint otthon, mert otthon ugye mindenki jár. Itt meg a társadalomnak a legalja, tehát a hajléktalanok, meg a tizenévesek. Meg mi? A csóró utazók. Amúgy az most a helyi téma, hogy a polinézek, tehát a helyi hawaiiak nem akarnak valami teleszkópot megépíttetni, és hogy az amerikai kormány valamit oda akar tenni a Big Islandre, tehát egy másik szigetre, valamilyen szent hegyet be akarnak építeni, és ez nagyon nem tetszik, és most ezért tüntetnek nagyon sokan. Ez milyen jó dolog, hogy itt azért tüntetnek, hogy megvédjék a természetet.
még nem, amit mutatott a... amit az autóban mutatott az a srác, ez az Aloha jel. Tehát ez a Hawaii, ez Hawaii-ról indult ez a jel, és mindenhol mutatják, azt jelenti, hogy oké, meg jól van. Nálunk otthon más dolgok eltüntetnek. I'm leaving home for the coastline. Someplace under the sun. I feel my heart for the first time. 'Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time.